Jó reggelt kívánok 2023. szeptember 12-én, kedden. Kegyelem nekünk és békesség. Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy a mai napon is felkelhettünk. Megköszönjük neked azt, amikor volt alkalmunk pihenésre. Megköszönjük, hogy te kirendeled mindazt, amire szükségünk van. És már jókor reggel biztosítasz arról, hogy veled járhatunk az úton, és hogy neked gondod van az útjainkra. Mennyei édesatyánk, szeretnénk úgy rád figyelni, hogy minden más gondolatot megpróbálunk kizárni, hogy igazán megérthessük, mi az, amit te üzensz nekünk. Kérünk így, áldj meg most minket, és ha jónak látod, szólíts meg minket a te igéd által. Szentlélek Isten, kérünk, légy közöttünk. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. részéből az első 16 verset a következőképpen. A főpap megkérdezte Istvántól. Valóban így van ez? Ő erre így szólt. Férfiak, testvérek és atyák, halljátok! A dicsőség Istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt letelepedett Háránban, és ezt mondta neki. Menj ki földedről és rokonaid közül, és menj arra a földre, amelyet mutatok neked. Ekkor kiment a káldeusok földjéről, és letelepedett Háránban. Miután pedig meghalt az apja, Isten elvezette őt erre a földre, amelyen ti most laktok. Nem adott neki ebből örökségül egy talpalatnyi földet sem, de megígérte, hogy birtokul adja azt neki és utódainak, pedig nem volt gyermeke. Így mondta meg Isten, hogy utódai jövevények lesznek idegen földön, rabszolgává teszik és nyomorgatják őket 400 esztendeig. De ezt a népet, amelynek szolgáltak, ítélettel sújtom, így szólt az Isten. Ők pedig ezek után kiszabadulnak, és szolgálni fognak nekem ezen a helyen. A körülmetérés szövetségét is adta neki, így nemzette Ábrahám Izsákot, és körülmetélte őt a 8. napon, Izsák pedig Jákóbot, Jákób pedig a 12 ősatyát. Az ősatyák pedig féltékenykedtek Józsefre, és eladták Egyiptomba, de Isten vele volt. Megszabadította őt minden nyomorúságából, kedvessé és bölcsétette Egyiptom királya a fáraó előtt, és kormányzóvá emelte Egyiptom és a fáraó egész háza fölé. Éhínség támadt egész Egyiptomban és Kánaánban, és olyan nagy nyomorúság, hogy atyáink sem találtak élelmet. Amikor azonban meghallotta Jákob, hogy van gabona Egyiptomban, elküldte először atyáinkat, a második alkalommal József megismertette magát testvéreivel, és így a fáraó tudomására jutott József származása. József pedig magához hívatta atyát Jákobot, és 75 főből álló egész rokonságát. Így ment le Jákob Egyiptomba, ott halt meg ő és a mi atyáink is. Átvitték őket Sikembe, és elhelyezték abban a sírban, amelyet Ábrahám ezüst pénzért vásárolt Emor fiaitól Sikemben. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvéreim, István védőbeszéde az, amelyből felolvasásra került mondjuk úgy az első fele. Azt olvastuk, hogy sok jel és csoda történt István működése által, noha ő nem apostol volt, hanem diakónus, mégis az a szolgálat, amit végzett, annyira meghatározó volt, hogy terjedt az evangélium. Ezért aztán perbe fogják, és most ott van a nagy tanács előtt, és hogyha ő sok jelet és csodát tudott tenni, akkor alig, hanem Isten lelke által azt is láthatta, hogy ez a védőbeszéde az utolsó beszéde lesz. Az utolsó beszéd életében. Vajon te mit mondanál? Ha neked kellene megírnod az utolsó beszédedet, és tudod, hogy utána itt a földi életben nincs tovább, hanem mész az Úrhoz, mit mondanál el? Miről tennél bizonyságot? Mi az, amire azt mondod az életedbe, hogy ez igazán fontos volt, ez igazán szép volt? Mi az, amit tovább viszel magaddal? A vád István ellen az, hogy megmásítja a Mózes törvényét és a szokásokat. A védekező beszédében pedig ő hitvallást tesz. Elmondja azt, hogy kicsoda neki Isten, elmondja azt, hogy mi az a
történelmi múlt, amelyből következik mindaz, amiről bizonyságot tesz. Izrael történetét mondja el? Nem, illetve nem csak. Hadd mondjam azt, amit az Úr Jézus Krisztus mond figyelmeztetésű, hogy amikor majd különböző bíróságok elé citálják az őt követőket, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy ne gondoljatok előre a védekezésre, hogy mit és hogyan mondjatok, mert megadja nektek a lélek abban az órában, és senki sem tud ellene mondani majd beszédeteknek. Nem kell előre készülnünk arra, hogyha üldöztetés támad, akkor hogyan valljuk meg a hitünket. Elég, ha nap mint nap megéljük. Persze arra lehet készülni, hogy majd az utolsó beszéd, ami esetleg fölöttünk elhangzik, annak mi legyen az alapigéje. Nem baj, hogyha ezt megtesszük, hiszen tudjuk, hogy előbb vagy utóbb megyünk az Úr Jézushoz, vagy úgy, hogy ő jön el hozzánk, vagy úgy, hogy elszólít minket. Ott van István, aki bizonyságot tesz, és nem csak Izrael történetét mondja el, mert valójában, amit elmond, az Isten története, sőt, Isten szeretetének a története. Valaki egyszer úgy fogalmazta meg ezt angolul, hogy history is his story. Magyarul, hogy a történelem az az ő története, mármint Istennek, illetve Jézus Krisztusnak a története, és tényleg így van. Nem Ádámtól és Évától kezdi el, hanem Ábrahámtól kezdi el, éppen ezzel bizonyítva, hogy nem tagadja a Mózes törvényét, és nem is akarja megmásítani, hanem egész egyszerűen Isten mutatta meg azt, hogy a szeretet törvényévé hogy tud válni a Mózes törvénye. Valójában kiderül, hogy noha olykor ágálunk ellene, én is ágáltam ellene, hogy nekem, magyar reformátusnak mi közöm van olyan mélyen Izrael történetéhez, hogy meg kéne tanulnom. Hát az, hogy ez Isten története is, Isten szeretetének a története, amelynek a végén ott vagy te, és ott vagyok én is. Mert mindannyian ott vagyunk ebben a történetben. A te történeted is, és te is ott vagy a végén, mint egy Isten azt akarja kifejezni, hogy noha nemzedékről nemzedékre vezette az ő népét. Nagy jelek és csodák történtek, de rád is gondja van. Rád is figyel, fontos vagy neki, gondot visel rólad, és hajlandó vezetni a te útaidon, mert szeret téged. Azt szeretné, hogy add át neki teljesen a szívedet, az életedet, még akkor is, hogyha bizonytalanok a körülmények. Éppen a Mai Ige című kiadványban olvashatjuk azt, hogy Isten olykor olyan dolgokat enged meg, amit nem értünk meg, amikor benne vagyunk. Az ő terve jó. Tudja, hogy mit miért tesz, és lehet, hogy csak visszafelé tekintve fogjuk megérteni. József börtönbe került, Mózes 40 évet töltött a sivatagban, Dániel hadifogoly volt. Ki látott volna ebben valami jót? Ki tudhatta volna, hogy a fogoly József csak egyetlen előléptetésnyire van attól, hogy Egyiptom kormányzója legyen? Ki gondolta volna, hogy Isten 40 évnyi sivatagi kiképzést biztosít Mózesnek, ugyanabban a pusztában, amelyen majd keresztül kell vezetnie a népet, mellesleg ugyanúgy 40 éven keresztül? Isten tudja azt, hogy mit miért tesz. Az ő története, a te történeted is. Mi a te történeted Istennel? Te mit hagysz hátra az utókornak? Mit mondanál el? Írd le, vagy mondd el nekik. Azt olvassuk, tanítsátok meg ezeket fiaitoknak és fiaitok fiainak. Mit hagysz az unokáidra? Amikor erről beszélünk, és a saját történetünkről, akkor ne felejtsük el azt se, hogy a magyar történelmet is kötelességünk megtanulni, mert abban is jelen van Istennek a vezetése, ahogyan éppen odafordultak az őseink hozzá, vagy elhagyták őt. Ennek mindig következménye van. Talán csak úgy tűnik a saját életünkre, de lehet, hogy az egész családunkra, sőt, akár egy egész nép vagy nemzet életére is. Emlékszünk még a gyerekversre? Egy szög miatt a patkó elveszett. A patkó miatt a ló elveszett. A ló miatt a lovas elveszett. A lovas miatt a csata elveszett. A csata miatt az ország elveszett. Hát máskor verd be jól a patkószöget. Nem számít, milyen kicsi vagy. Nem számít, milyen feladatod van. Végezd hűséggel, mert akár nemzedékekre lehet hatása. Nem sokaknak biztosítja Isten az olyan vértanúságot, mint Istvánnak.
de mindannyiunknak biztosítja, az Úr Jézus Krisztus vére által a bűnbocsánatot és az örök életet, hogyha azt minél előbb elfogadod, és akkor valóra váltja azt is, hogy irgalmasságot cselekszik ezer ízig azokkal, akik szeretik és megtartják parancsolatait. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy a hatalmas hithősök és nagy történelmi események mellett és közepette ránk is gondod van. Piciny egyszerű emberekre, kis életkékre, te számon tartasz bennünket, még a verebecskéket is, sőt, még a hajunk szálait is. És azt mondod, hogy mi értékesebbek vagyunk sok verébnél is. Köszönjük azt a gondoskodó szeretetet, amellyel napról napra biztosítasz minket arról, hogy jelen vagy az életünkbe, és vezetni akarsz minket. Köszönjük azt, Istenünk, hogy megadod a látást, és megadod a lépést. Addurunk, hogy tudjunk hűek maradni hozzád minden körülmények között, tudjunk jó döntéseket hozni, és megtenni azt, amit megértettünk a te ígédből. Segíts nekünk abban, Istenünk, hogy minél inkább hűségesen és neked szolgálva tudjuk tenni mindazt, amire indítasz bennünket. Kérünk, Istenünk, a mai napon is te légy oltalmazunk. Ha jónak látod, akkor te gyógyítsd a betegeket, és adj nekik mielőbbi teljes felépülést. Kérünk, hogy te adj vigasztalást a gyászolóknak. Urunk, könyörgünk, hogy minél előbb szűnjön meg a háború, és legyen újra béke. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik még nem ismerték fel, hogy a te történeted az ő történetükké is lehet. Te add, hogy mielőbb megtérjenek és új életet nyerjenek. Kérünk, te szenteld meg a mi életünket is, és a mai napon is legyen meg mindenben a te akaratod. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket, teljes épségben, fedhetetlenül, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Áldott napot mindenkinek!